egy művész műhely, egy pihenőszoba, ott van fel egy nagy gépészet. A megújult tetőtér kialakításáról számolt be az építés vezető Nyíregyháza polgármesterének. A helyszíni szemlén részletesen bemutatták, hogyan fog kinézni a megszépült bencsvilla. A legnagyobb változás a földszinten tapasztalható majd. Itt egyben nyitják a tereket, hogy nagyobb közönség befogadására is alkalmas legyen. A tervek szerint így akár kamaraszínházi előadásokat, felolvasó esteket, vagy ahogy korábban is koncerteket tarthatnak majd itt, akár népesebb közönség előtt is. A földszinten emellett egy hangulatos kávézó várja majd a vendégeket. A villa emelete is teljesen átalakul. Itt két lakosztály kap majd helyet, amelyeket korhű bútorokkal rendeznek be. Ezekben lehetőség nyílik a Benn család korának, azaz a 20. század első évtizedeinek tematikus bemutatására. A padlástérben egy loft műterem lesz, amely alkalmassá válik arra is, hogy egy-egy művész számára ideiglenesen alkotó otthonként szolgáljon. Egy nagyon népszerű, színvonalas programsorozatot, kulturális, művészi programsorozatot bonyolítottak itt. Nyíregyháza polgármester azt mondta, az elmúlt években népszerű kulturális programoknak adott helyet a bencsvilla. Ezt a funkcióját szeretnék erősíteni a következő időszakban is, amellett, hogy egyfajta múzeummá és alkotóházzá is válik. Dr. Kovács Ferenc hozzáfűzte, a felújítás őszre elkészül. Ebben az évben befejeződik, reményeink szerint novemberben már birtokba vesszük, és tudjuk használni erre a több funkciós célrendszerre, amit elmondtam, ezt az épületet. És azért is örülök, mert ez újra visszakerül a város kulturális keringésébe, hiszen méltatlan körülmények voltak itt 2010 előtt. A bencsvilla rekonstrukciója kormányzati támogatással, a terület és településfejlesztési operatív program segítségével történik meg. A felújítás teljes összege több mint 300 millió forint, amiből 275 millió forintot pályázati forrásból nyert el az önkormányzat.